miniszterelnökség jóvoltából és a Bethlen Gábor alapkezelő közreműködésével Kiskunmajsa város önkormányzata testvértelepülési kapcsolatok fejlesztésére 2x1 millió forintos keretösszegből különböző programokat valósíthat meg. Az első 1 millió forint a már jól ismert testvértelepülési pályázatból a Majsa napok rendezvény sorozatának keretein belül látott vendégül olyan testvértelepülési alkotókat, fellépő művészeket, amatőr művészeket, zenészeket, amelyek színesítették a főtéri sokadalom rendezvény sorozatát. A másik támogatási összeg, ez a szűk 1 millió forint, pedig Kiskunmajsa és Topolya közötti gazdaságépítési kapcsolatok felvételére és elindítására szolgál. Ennek második eseménye a topolyai, a kiskunmajsai látogatása Jonatermász ZRT konferencia teremben, ahol Balassa Endre, Topolya város fejlesztési Kft.-jének vezetője, mutatta be magát a települést, illetve a település intézményeinek és vállalkozói rétegének bemutatását. Célunk az ezzel a pályázattal, hogy ahogy kint Topolyán is, ami október végi látogatásunkkor és bemutatkozásunkkor elhangzott, picit felfrissítsük, leporoljuk az egykor szebb napokat látott Kiskunmajsa Topolya közötti kapcsolatot, és most bevonjunk olyan civil szervezeteket is, akiknek eddig nem volt alkalmuk, nem volt lehetőségük, vagy netán még nem is léteztek, mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtti alkalomhoz viszonyítva. A vállalkozók, a közintézmények, értem ez alatt a helytörténeti gyűjtemény, a könyvtár mellett bemutatkoznak olyan civil alkotók is, amelyek alkotóművészetüket, tárgyalkotással, festészettel színesítik városuk kulturális életét. Ilyen csoportok nem csak Kiskunmajsán, hanem Topolyán is léteznek, és bízunk benne, hogy e pályázat keretén belül nem csak megismerhetik egymást, hanem olyan személyes kapcsolat is kialakulhat, amely a hosszú távú fenntartását, együttműködésükhez szolgálhatja majd, és természetesen ez a két település lakosainak, önkormányzatainak is hasznos lesz. Remélem, hogy a mai látogatás után, amikor a bemutatkozáson túl a személyes beszélgetésekre kerül a sor, megismerik a Jonatermász ZRT területét, egy városlátogatáson vesznek részt, egy vezetett kiránduláson vesznek részt majd a városban. Ellátogatunk a Konesny György helytörténeti gyűjteménybe, ahol az amatőr alkotók külön erre az alkalomra rögtönzött kiállításukon fogják bemutatni alkotóművészetüket. Majd ellátogatunk egy közeli pincészetbe, ahol a helyi borokkal ismerkedhetnek meg a turisztikai szereplők, ahogy reményeink szerint gazdasági kapcsolatok is létrejöhessenek. Mindkét településen megvan már ennek a kölcsönös bizalomnak és ismertségnek a magja és az alapja. Ezt kell most felfrissítenünk, leporolnunk, továbbépítenünk, és bízunk benne, hogy a következő esztendőben már gyakorlati kapcsolatfelvételről is be tudok számolni. Topolya és Kiskunmajsa kapcsolata idestől lassan 30 évre már visszanyúlik, és a tapasztalat azt mutatja, hogy ez tulajdonképpen tud ciklikus lenni ez a kapcsolat. Tehát ugye a kapcsolatokat mindig emberek viszik tovább, emberek ápolják és gondozzák nagyobb vagy kevesebb vehemenciával, és ez így volt a mi kapcsolatunkban is. Viszont úgy érezzük, hogy valahol ez most felszálló ágban van, hiszen most már nem csak valamely egyesület, egy-két ember, egy-két vezetője, néhány aktivistája tartja a kapcsolatot. Most tudatosan az önkormányzatok is azt mondták, hogy igen, bővítsük ezt. És amikor lehetett ehhez társítani pályázati eszközöket, akkor jött létre ez a találkozó, illetve az előző topján, és ez most itt Kiskunmajsán, amikor jó néhány intézmény vezetői vagy képviselői jönnek el tudatosan, hogy a hasonló munkát végző intézménnyel felvegyék a kapcsolatot, hogy megismerjék egymás munkáját, és innentől ez néhány évig nagyon bízom benne biztosan járó lesz. És ez a dolog lényege. Otthon is erről beszélgettünk, hogy ha az én dolgom vagy a mi dolgunk az, hogy kihasználjuk jó azokat a pályázati lehetőséget, amelyek megjelennek, akkor úgy tudnak nekünk a kollégák és kolléganők is segíteni, hogy ilyen beszélgetések és találkozók után adnak nagyon jó tippeket, hogy mit is lehetne még betenni abba a pályázatba, hogy az igazából hasznos legyen, hogy igazából sok embernek legyen belőle haszna. És úgy gondolom, hogy szintet léptünk, amikor most már ilyen dolgokról beszélgetünk, egymás között és közösen is.